A filmnézési szokásokat tekintve a dunajvárosi közönség hasonlóan, sőt, sokszor kiemelkedve az országos viszonylathoz képest is gyakran látogatja meg a Kultik mozi intézményét. Az iskolák ugyan zárva, s emiatt talán kevesebb fiatalt látni az utcán, úgy tűnik ez a mozizási szokásainkra nincs hatással. Épp ellenkezőleg az intézmények számára erősnek mondható a nyári időszak. Erről számolt be Simon Horváth Szilvia, a Kultik mozi hálózat marketing vezetője. Helyzetjelentés következik az intézményből. A mozinak egy hagyományosan nagyon erős időszaka a nyári szünet, amikor érkeznek a gyerekek, akár szervezett formában, nagyon sok tábornak is helyt adunk, táboros programnak, és családok is, családokkal is, vagy akár barátokkal is sokan jönnek hozzánk ilyenkor. Igyekszünk mindig a filmkínálatot is úgy alakítani, amennyire ehhez nekünk van ráhatásunk, hogy a még szélesebb kör tudjunk kiszolgálni. A filmkínálatot tekintve, mint azzal bizonyára legtöbben tisztában vannak, jelenleg a Barbie és az Oppenheimer az abszolút favorit a nézők körében. De nagy durranásnak ígérkezik a Tini Ninja Teknőcök, a Kivert Kutyák és a Gran Turismo számítógépes játék adaptációja is. Egy nagyon erős nyárnak a közepén vagyunk gyakorlatilag, de mégiscsak az a két film, ami idén a legesleges legnagyobbat robbant eddig, az pont most az elmúlt időszakban volt, a Barbie és az Oppenheimer filmek. Mind a kettőnek nagyon-nagyon pozitív a fogadtatása, más a célközönsége természetesen. A Barbie-re elhozzák a kisebbeket is. Az Oppenheimer az nyilván egy több mint 3 órás film Christopher Nolan rendezésében, más a célközönsége, de mind a kettőnek nagyon-nagyon pozitív volt a fogadtatása, nagyon sokan jöttek, és továbbra is várjuk szeretettel a nézőket ezekre a filmekre. A város életében meghatározó az intézmény. Nem pusztán a filmek bázisaként funkcionál, hanem többször biztosít helyszínt az épület különböző programoknak, úgy mint a véradás vagy a külsős rendezvények. S persze tevékenyen közreműködnek a városi programok alkalmával is. Több ilyen jellegű program is lesz, nagyon örülünk neki, mert nagyon szeretnénk, hogy ez nem csak egy mozi, hanem egy olyan kulturális tér, amiben helyt tudunk adni mindenféle más rendezvénynek. Így rögtön még augusztus közepén lesz egy szabadtéri kalandparkos vetítésünk is, ahol többféle filmet is, 3 nap alatt, péntek, szombat, vasárnap többféle filmet fogunk vetíteni. Vetítünk a családoknak igazi akciófilmet, Tom Cruise-zal a Top Gun Maverick-et, és lesz romantikus zenés film is, tehát mindenki biztosan fog találni magának olyan filmet, amit szívesen megnéz. Ezen kívül mindenféle más programnak is igyekszünk helyt adni, volt például, és lesz is még idén véradás, biztosan, illetve egyéb esti előadások, Duma Színház, beszélgetős rendezvények, mindenféleképpen. Az elhangzottak alapján kijelenthetjük, a dunajvárosiak szeretnek mozizni, sőt, kifejezetten szeretik a mozinkat. A jegyekkel, programokkal kapcsolatban pedig további információkat a Kultik hivatalos oldalán találnak az érdeklődők.